Nem, majd igen, mindjárt ezt is adjuk, de hát most ráér a személy egy kicsit. Tehát itt vagyunk, ma ugye szeptember 5-e van 2014-ben. Ugye tegnapig tartott itt egy terület lezárása a Fullánk utcában, amit nem nagyon értünk, hogy miért, de nyilván tartott. És ugye a tolnai alezredes azt mondta, hogy bizony 5-én itt már szabadon járkálhatnak az emberek, és bebizonyosodott. Tehát a magyar rendőrségnek igaza van, tehát lehet, hogy vissza is vonom a panaszomat a rendőrséggel szemben, ezt még átgondolom, mert igazat mondott a tolnai alezredes, azt mondta, hogy 5-én itt szabadon járkálhatunk, és szabadon járkálhatunk. Nyilván beleléztek egy kicsit a táskánkba, mert mindjárt a személyigazolványunkat is elkérdezik, de ez én azt gondolom belefér. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az a maroknyi csapat, aki itt most már harmadszor jött ide teljesen spontán és nem megbeszélten, az visszafoglalta Izraeltől a Fullánk utcát, hiszen Fullánk utca egy magyar utca, így is hívják, tehát magyar neve van neki, és itt látjuk, nézzük meg, hogy mindenki teljesen szabadon, bilincs nélkül egyelőre szaladgálni. Nyilván ez még később kiderülhet. És az a Fullánk utca. Szolgálat már kint van, de hát ha félnek, én azt mondom, hogy féljenek. Erre egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani erre a félelemre, mert a drága kicsi feleségem, aki nem titok, de fél a síeléstől. Később. Na mit csinál egy bölcsasszony, nem is megy soha síelni. Hát hogyha valaki fél Magyarországra jönni, akkor ne jöjjön Magyarországra, hát ilyen egyszerű ez a történet. Tehát menjen szépen haza, ahol nem fél. Nem kell félni, hát békés emberek járkálnak a Fullánk utcában, de ami a miénk, azt szeretnénk, ha a miénk is maradna, és ehhez ragaszkodni fogunk, és bárki bármit akar elvenni tőlünk, az utcánkat, a földünket, a házunkat, vagy bármi egyebünket, a szabadságunkat, a múltunkat, szó nincs róla, a nyelvünket, a boldogasszonyunkat, vagy bárminket, a Szent Koronánkat, azt nem adjuk, azt visszaszerezzük, és Magyarországon vannak tökös emberek, akik ezért bármeddig el tudnak menni. Itt a kamerát nyugodtan körbe lehet. Éppen nincs, de... Hát nem úgy tökösek, igen. És én nagyon örülök neki, hogy ilyen emberek társaságában megint spontán összefutottunk itt a Fullánk utcánál. Nyilván ez bármikor újból előfordulhat, hiszen nézzük meg a kilátást. Tehát gyönyörű, szép. Ennél szebb kilátású utca nincs van Magyarországon, és nem lehet ilyen senki tőlünk, hogy oda kilássunk és kinézzünk. Ott azokon a hegyeken egyébként nagyon komoly túraútvonalak vannak, tehát ott lehet túrázni, és most meg tudom nézni, hogy mondjuk 3 hónap múlva hol fogok túrázni. És ez jogomban, és ezt így is fogjuk csinálni. Hajrá! Hajrá!